Úristen, gyerekek! Mi történt? Fejlesztik a Spintires-t. Képzeljétek el, most már rá kell néznünk erre. Elérhető a beta. Megmutatom, hogy hogy tudjátok betölteni. Na, az a lényeg, hogy megkeresitek a könyvtárban az olyan dolgot, hogy Spintires the Original Game, és akkor erre rámentek a tulajdonságokra, és akkor rámentek a bétákra, és itt kiválasztjátok a Public Beta Build V10.04.19M-et, és akkor le tudjátok tölteni már ti is. És ki is fogjuk próbálni. Jó, de jó, biztos rengeteg újítás került a játékba! Play. Úristen, gyerekek, itt vagyunk az új Spintires bétába, ami ráadásul, megmondom őszintén, egy kicsit furcsa, olyan, mint hogyha valami Painter rakták volna össze ezt a baloldali logót felül, de hát ögye fene, meg ez a betűtípus, nem is tudom. Na, nézzük azért meg mégis, hogy mi van. A beállítások magas dolgon vannak, mert az nekünk biztos jó, és nyomjunk is rá már egyből a játékra, és válasszuk ki, milyen dolgok vannak. Igazából, amit leginkább ismerünk játék, vagyis pálya, az szerintem ez, és maradjunk az eredeti armüveknél. Megnézzük, hogy milyen szuper jó újdonságok kerültek bele a játékba. Töltés kérem, várjon! A menürendszer mintha egy kicsit visszalépés lenne, de ezt... gyerekek! Esik az eső. Meg úgy látom, hogy a kezelő szervek azok ugyanazok. Esik az eső, gyerekek! Az már nagyon brutális. Azt nézem, hogy az az eső. Ez az eső. Gyerekek, ez az eső. Ez... Tudjátok, mi az az eső? Nem, semmi nem látszik. Ez az eső, azt tudjátok mi? Ez gyakorlatilag egy PNG file a screenen, ami gyakorlatilag esőt imitál nekünk, de gyakorlatilag nem esik az eső. Várjátok, ilyet én is tudok. Mondjuk legyen hóesős a Spintires-be, hatalmas grafikai teljesítményre lesz szükségük, hogy ezt megoldjuk, de 1, 2, 3! És már hóesésben is tudunk játszani, jaj, de jó gyerekek! Ugye? A Keeper ez egy programozó zseni. Szörnyű, hogy ilyenekre képes vagy. Ez az húaj, micsoda hóesés, kavarog a hó, jaj. Ez bonyolult volt megoldani, szerintem javaslom a készítőknek, hogy rakják bele ezt az effektet is. Na várjatok, kikapcsolom a hóesést, majd egy kicsit, majd később még néha berakom. 1, 2, 3! Vagy annyi erővel, akkor potyoghatna be az a konfetti is az égből. Akkor srácok, hát egy dolog változott még a Spintires-ben, amit pozitívnak mondhatnék. A grafika, én megmondom őszintén, a grafika most nem azért, de ez csúnyább lett? Mert nézzetek már meg azt az utat, ez régen sokkal jobban nézett ki. Ez nem viccelek, sokkal jobban nézett ki. És most miért ilyen ez az út? Miért ennyire csúnya? Igen, ja, pozitívum. A kamerát most már ki tudom zoomolni ilyen sokáig, és most már teljesen körbe tudom forgatni mindenféle megkötés nélkül, ami dicséretes, de miért nem volt eddig? Miért kellett azt csinálni, hogy ugye tudjátok, hogy olyan kameranézet volt, hogy így tudtál így nézni, hogy azt sem tudtad, hogyan forgasd a kamerát, és igazából az összes játékban van az, hogy így ki tudsz zoomolni, és akkor tudod forgatni oda a kamerát, ahova akarod. Val, köszönjük szépen, fejlesztők, hogy 10 év alatt, mert pontosan 10 éves Spintires, eljutottunk erre a szintre, hogy végre a kamerát oda fordítom, ahova akarom. Na de menjünk. Ne rage-eljük. Igen, Diffizár összkereket bevertük neki, úgy látom ez teljesen pontosan ugyanaz. Az út az lényegesen rondább, mert szerintem igenis rondább. Csúgya itt ez állat. Hát ez borzalmas, ahogy kinéz. Én nem fogok, bocsánat kérek, én nagyon szeretem ezt a játékot, igen, nagyon szeretem ezt a játékot, de nem fogok finomkodni azért, mert szeretem ezt a játékot, nem fogok elfogult lenni vele. Nem fogom azt mondani, hogy szebb lett az út, mert csúnyább lett. Yeah.
Megnézzük az uralhoz, elmegyünk, megyünk, szállítunk egy kis fát, és azt veszem észre, hogy az, mint az a jármű egy kicsit könnyebben közlekedni. De egyébként ez az út az tényleg olyan, mint hogyha összehányták volna, vagy mi ez? Mint hogyha egy marha csorda ment volna végig, akinek hígfosása volt ezen a területen. Komolyan. Vagy pedig folyékony trágyával leszórták volna az egészet. Na menjünk, ne tököljünk. Igen, egyébként az ármű szerintem sokkal könnyebben megy rajt, igazából remélem, hogy nem az az újdonság, hogy... Hú, hát ez a grafika, ez csofabb lett, mint volt, én érzem. Nem, és nem a Madrunnerhez hasonlítok! Leszögezem, nem a Madrunnerhez hasonlítok. Na, lassan ide kéne érnünk, nem? Igen, ez az eső, ennek semmilyen funkciója nincsen, most látjátok ti is szerintem, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen PNG file, amiben így folyamatosan, minthogyha a csikokat húznának előttünk a képen, de magára az dolgokra semmilyen hatása nincsen, a jármű az nem vizesedik, mert nem vizesedik, mert oké, hogy csillogott, mert az ennyi, nézzétek. Hót száraz a motorháztető, hót száraz a ponyva, minden hót száraz, a föld is hót száraz, ott is hót száraz, oké, hogy a sárban mondhatjátok, de ott nincsen, és minden hót száraz, és nem jó. Na várjátok, aktiváltuk a következő járművet, ez is pontosan ugyanúgy néz ki, ahogy lássuk. Sőt, nem. Yeah. Hát igen, pontosan tök ugyanaz. Bemegyünk a fatalápre. Ugye most a Madrunnerhez fog készülni megint egy gyakorlatilag Madrunner 2, ami el fog menni inkább amerikai stílusú irányba. Ugye nem a DLC-ről beszélek, ami most már kijött, hanem a Madrunner 2-ről. Ezért úgy látom, hogy a Speedtrials is elő próbálja venni magát olyan feature-ökkel, hogy gyakorlatilag beraktak nekünk egy esőnek a képét, így amivel azt gondolták, hogy na most már van dinamikus időjárásunk, de tudjátok, a Keeper is tudját, várjatok, 1, 2, 3. És már esik a hó, a Keeper nagyobb fejlesztő, játékfejlesztő, mint a Speed Tires fejlesztői. Vagy fejlesztője. Yeah. Mert a Keeper az havat is tud, nem csak esőt. Yeah. Igen, hát valamit olvastam arról, hogy new sár mechanika, meg dinamika, de szintén megmondom, én nem veszek ebből semmit észre, annyit észre veszek, hogy a textúrája itt a sáres dolgoknak csufabb lett. Elfér az? Figyeljetek, simán elfér nagy gázzal. Jaj, adjál neki is annyiát. Nem hiszem el, nem szállok le a gázról, akkor se, hát ha össze... gyűlöd magad, akkor sem. Mondtam én, hogy elfér. Nem hittetek nekem, várjatok? Tettünk neki egy valamit. Úgy látom, hogy tök minden ugyanolyan. A sár egy kicsit... A sár egy kicsit, mintha máshogy viselkedne. De én ezt nem mondom azt, hogy előnyére, meg nem azt mondom, hogy hátrányára, más. Más. Itt pontosan ugyanilyen jó el voltam a régi sárral is, nem tudom, nem tűnik jobbnak, nem tűnik rosszabbnak, más. Ez olyan, mint ha adnak egy piros almát, meg egy zöld almát, ha szeretted mind a kettőt, akkor tök mindegy, hogy melyiket adták, mert mind a kettőnek pontosan ugyanolyan jó, és igazából egyik se jobb, mint a másik, mind a kettő egy jó alma, nem, gyerekek, hát itt ez a sár, ez pontosan ugyanolyan, mint eddig volt, mert itt ugyanannyira szoktam elakadni, na. Jaj, várjátok, hóesés kikapcsolás, 1, 2, 3. Oké. Lehet, hogy a hó, az esőt miatt nagyobb a sár, gondolhatjátok ti. Hogy, ó, hát Keeper valószínűleg azért, mert esett a eső, azért nagyobb a sár. Nem, nincsen befolyás, nem folyásolja be a folyását. Na jó, van, igazából ennyi lenne az újdonság, a Sprintájos új bétának. Akarjátok, próbáljátok ki ezt az eső effektet, ami ide van gyakorlatilag gyűrve elénk, közvetlenül a képen, és semmilyen befolyása nincs a játékmenetre. Meg most már teljesen tudunk zoomolni. Wow, ennyire ki ez a maximum zoomolás. Ezt megköptük 10 év után. Köszönjük szépen fejlesztőknek. Szevasztok, jó kérdjetek, kommenteket írjatok. Sziasztok! Hiányzik a talja, és néhány gyereke. A hegy jó széles, az ifa meg szétes. Igaz, szakasz, néha talunk szagú miatt. Ha-ha, de legyen az ifa.